Szeptember 1-től a Katarról általányadózásra áttérő adózóknak több kötelezettségük lett. Az 58-as számú nyomtatványt a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére kell megküldeni minden hónap 12-éig. Ebben a dokumentumban szerepel a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó, illetve az SZIA előleg. Egy webes alkalmazás tette egyszerűbbé ezt a folyamatot. Azok az adózók tudják használni, akik Katarról áttértek általányadózásra és megfelelnek a feltételeknek. Tehát adott hónapban nem szüntették meg a tevékenységüket, nem is szüneteltették, és a munkavégzés jellegesen változott, illetve még nem adtak be 58-as bevallást. Nem tartoznak azonban az általános adózói körbe azok az egyéni vállalkozók, akik a bevallási időszakban támogatást kaptak tevékenységükhöz, pénzbeli egészségbiztosítási támogatásban, családtámogatásban vagy szociális ellátásban részesültek, illetve családi adó és járulék kedvezményt érvényesítettek. Nekik a teljes tartalmú 58-as nyomtatványt kell benyújtaniuk. A felület egyébként az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el azok számára, akik megfelelnek a feltételeknek. Ügyfélkapus azonosítás után erre a szövegre kattintva már kitölthető a bevallás. Hogyha arra rákattintunk, és további tevékenységgel kapcsolatos kérdésekre válaszol az adózó, akkor rögtön feljön az a felület, amit ki kell töltenie. Nagyon sok adatot megad előre a hivatal, de ezek az adatok természetesen módosíthatók is. Az adózónak annyi feladata van, hogy a bevételét szerepelteti, illetve a jövedelmét szerepelteti ezen a felületen, és megadja azt a költséghányadot, amit alkalmazni szokott. Fontos tudnia az adózónak, hogy a végzett tevékenységéhez szükséges középfokú végzettség vagy sem, mert ettől függ, hogy a 200 ezer forintos minimálbérrel, vagy a 260 ezer forintos garantált bérminimummal, illetve a tényleges jövedelemmel kell számolni a kötelezettségét. A dokumentum kitöltése után pedig a befizetés is egyszerűen elvégezhető a felületen.